abban hiszek, hogy úgy tudunk jó munkát létrehozni, hogyha mindenki alázatos a másikkal, és figyelünk egymásra. Nem hiszek az alá és a felé rendelt viszonyban. Tehát, hogy mindenki mindenkiért van. És így persze, hogy úgy tűnik, mintha élvezném a dolgokat. De tudod, ez azért van, mert én annyit vagyok kamera előtt, és olyankor mindig mást játszom, mint ami én vagyok, mint a vicca, ugye a hétköznapokban. Amikor vannak ilyen fotózások, akkor már nem szeretek más bőrébe bújni, mert olyan kevés az alkalmam, hogy megmutassam, hogy ki a kerekes vicca igazából. Ilyenkor azt szeretném mutatni, aki vagyok, úgy szeretnék viselkedni. És most már vállalni szoktam azt is, hogy hoznak ruhát, a csodálatos kis emberkék, akiknek nagyon tisztelem, de tényleg nagyon tisztelem a munkájukat, de most már elmerem mondani azt, hogy ezt nem fogom felvenni. mert hogy természetesen akarom érezni magam, és nekem igazából ez akkor lesz jó, és akkor fogom élvezni, hogyha teljes mértékben felszabadult tudok lenni. Ezt vettem észre, hogy ilyenkor, hogy szeretik a színésznők, tudod így, most ilyen díváskodni, én legszívesebben hűlnék, vagy épp kolbászt rágcsálnék, és úgy fotóznék, tudod, tehát, hogy ezeket a dokumentarista jellegű dolgokat szeretem jobban. Azért nagyon jó itt a Marie Claire-ben például, mert olyan emberkék dolgoznak itt, akik nem erőltetnek rá semmit. Nem a boldogság, én nagyon sokszor élem át ezt az állapotot, de nem vagyok mindig boldog. De nem hiszek a mindenkori boldogságban. Inkább én az egyensúlyt keresem mindenben. Tehát a boldogság az valami olyan, amikor úgy pezseg belül mindenem. Tehát minden egyes porcikámban azt érzem, hogy önazonos vagyok magammal, és lüktetek. Ez nekem így a boldogság. De én például melankolikus vagyok nagyon sokszor. És ez meg megint nagyon jó.